Nem mindennapi olvasó próba a Tatabányai Jászai Mari Színházban. A társulat gyermekekkel kiegészülve a Valahol Európában szövegével ismerkedik. A népszerű musical a II. Világháború idején játszódik. Szereplői az árván otthontalanul kóborló gyerekek, akik bandába verődve járják az országot. Az egyik főszereplő Mikola Gergő lesz, aki hosszú karakterét alakítja. Ő az egyik bandának a vezetője, és végül aztán utána Évával együtt közösen vezetik két bandát, ők azok, akiknek a segítségével a gyerekek eljutnak végül a kastélyba, ahol úgymond egy ideig letelepednek. A színészek számára nem ismeretlen az előadás, valamilyen formában szinte mindegyik művész kötődik a darabhoz. Láttam egy jó párszor, illetve egyszer játszottam is benne, még a Szegedi Szabadtérin, most már 9 éve, azt hiszem. Akkor ő Béres Attila rendezte, és akkor Suttyót játszottam. Az édesapám ő állami gondozat volt, és nagyon kötődött ehhez a filmhez is, ő vitt el először megnézni, talán még a Víg Színházba játszották akkor ezt a darabot, és nagyon-nagyon sokáig vittem tovább magammal ezt az élményt. Nagyon szerettem a dalokat hallgatni, akkor még Walkman-en volt, és kazettán hallgattam. És hát nem gondoltam volna, hogy valaha fogom én is játszani ezt a szerepet. Ez egy fiúnak öltözött lány, akiről aztán kiderül, hogy csak egy harcias lány, és ő az egyik banda vezér. Az előadás előkészületei egyébként már a tavasszal megkezdődtek, amikor is a színház gyermekszereplő válogatást hirdetett meg. A casting során választották ki a népes gyerektábort, akik az árva otthontalan gyermekeket alakítják majd. A darab rendezője Szabó Máté, aki híradónknak elmondta, egy igazán jó társaság alakult a felnőtt művészekkel és a kis színészekkel közösen. Van valami gyakorlatom gyerekekkel való munkában, de nem ennyi gyerekkel. Tehát egy szorongás van bennem, hogy vajon hogyan lehet ennyi gyereknek a figyelmét fenntartani. Úgyhogy várakozás van benne. A rendező kiemelte, nem egyszerű egyszerre a gyermekeket és a felnőtteket is instruálni, főleg egy ilyen komoly témájú darabban. Emberből mást hoz ki. Az, hogy felnőttekkel kommunikál, mindarról, amit a felnőttek rontottak el az életben, vagy pedig a gyerekeknek próbálja elmagyarázni, hogy néz ki egy világ, amikor ők az áldozatok. A Valahol Európában musical bemutatója augusztus 29-én lesz a Tatabányai Színházban.